A Global Startup Awards-nak vagyok a döntőin Kínában, remélem jól mondom ki, Changsha. Szóval itt vagyok, azt mondták, hogy egy fél órás késés van, de említettek valamit, hogy nem tudják, hogy sima késés vagy kínai 30 perc, mert az lehet, hogy egy óra. Úgy nézzétek meg, hogy ilyen óriási a tér, amiben vagyunk. Várunk, még tényleg valóban készülődés van. Itt látom, hogy a gála vacsorára már nagyban készülnek, de még nincsenek a helyzet magaslatán, és nincsen sehol sör vagy valamilyen ital, amíg várnánk, úgyhogy ennek utána fogok nézni, és még mesélek nektek arról is, hogy mi pontosan Global Startup Awards, hogy fog kinézni, mit csinálunk. Kezdődik, úgy szerintem mi is bemegyünk, ha megkeressük a helyünket, hogy hogy van. Itt vannak az emberek. Na most már be tudunk ülni, úgyhogy nagyon közel vagyok az italhoz. Oké, nem tudom, hogy mit csinál, de nagyon kedves, de jött, felemelte a kis mi ez, terítő, akármi, ami van, szalvétámat, és megcsinálta nekem, és ami ennél is fontosabb, hogy van barom, de még mindig várnotok kell arra, hogy elmesem, hogy pontosan mit keresek itt, és mi ez az egész? Nem tudom, mennyire látszik, de olvassa, és hogy valamilyen a városnak egy képviselője, tehát ez nem az Amerika, ahol a prezentációs készségek annyira vannak, de amíg ez megy. Kettő dolog, sőt három dolgot fogok nektek mondani. Az egyik, hogy mindenkinek, amikor leül, az, amit amúgy mi Európában ugye ezeket a terítőket magunkra rakjuk, ők ezt így, köszönöm, nem kell, ezeket a terítőket lerakják így nekünk. Ez is egy nagyon érdekes dolog. És akkor nézzük meg, hogy mi lesz az étel, illetve nézzük meg, hogy milyen ajándékot kaptunk. Hotelben sem beszélnek angolul most ezen a gála vacsorán, és ahol vagyunk, és azt sem tudtam elmondani, hogy víz, de beírtam Google fordítóba, és kaptam vizet. Nagyon aranyosak. És most meg jönnek a kaják, nézzétek. És olyan az asztal, hogy majd lehet forgatni ezzel a cuccal itt. Fogalmam sincs, mik ezek. Gyabor. Szóval miért is vagyok itt, és mi is ez a Global Startup Award? Ha még nem találkoztunk, azt tudnotok kell, hogy én Magyarországon a startup szférában mozgom, és ez az ökoszisztéma valahol nagy, valahol nagyon szerteágazó, valahol meg nyilván nagyon pici. És az évek alatt, durva kimondani, de már egy olyan 6-8-9 éve pörgök benne, megismertem embereket, és úgy hallasz hírekről, ilyen például a CESA, Central European Startup Awards, amit Kovács Peti barátomék kezdtek el csinálni, és több rendezvényükön voltam. Tavaly például, képzeljétek el, hogy én voltam a konferencia magyar döntőn, hogyha nem láttátok, erről készült egy vlog, azt ide belinkelem, és idén nem vállalta milyen szerepeket, viszont volt egy új kategória, amit megnyertünk, a startupommal, a SprintTab-bel, és bekerültünk a globális döntőbe, ez a GSA, Global Startup Awards, ugye, és idén Kínában, Changsha-ban rendezik, ez az, amit láttatok itt, hogyha az előző vlog utazását néztétek, akkor látjátok, hogy hol vagyunk, láttátok a hotelt, amit leszervezett az itteni partner, és hogy mennyire durván ez a local-global, vagy global-local feeling, tehát hogy globális is, de lokális is az egész szerveződés, hogy a Petiéknek lett egy partnerük, egy szervező partnerük, akik
Kínában nagyon jó kapcsolatokkal rendelkeztek, és már tudták azt, mint Global Startup Awards, hogy idén Kínába szeretnék vinni, ez a partner bejött, és ők megismertek különböző állami, önkormányzati szereplőket, akik meg innováció területén szerettek volna tudásátadás, fejlesztés, különböző eseményeket szervezni, és így jött össze, így találkozott nagyon jól a kettő, ugyanis Changsha, ami tényleg egy számunkra ismeretlen város, bár azt kell róla tudni, hogy 7 millióan, több mint 7 millióan laknak itt, tehát majdnem egy Magyarország méretről beszélünk, de mégis nyilván, hogyha hallottál róla, írd meg kommentbe, mert én soha nem hallottam róla, de ez volt az a város, ami leginkább passzolt ahhoz az elképzeléshez, ami a Global Startup Awards, és meg tudtak állapodni, és most itt vagyunk decemberben, itt van a döntő, addig azt láthattátok most ugye, hogy hogy érkeztem meg, milyen a szálloda, milyen volt ez a gála vacsora, ami egy nagyon jó élmény volt, nyilván sok a kulturális különbség és kínai kultúrát ismerhetjük meg ezáltal, hogy hogy szolgáltak fel, hogy milyen ételek voltak. Érdekes volt például azt tapasztalni, hogy ugye nyilván ezen a körforgó asztalon, amiket tálaltak, hogy amikor már valamennyi elfogyott, akkor elvették, és egy kisebb tányérra rakták, és úgy adták vissza. És a boros pohár mellett volt tea, a borból egy nagyon kicsi volt kiöntve, mintha csak megkóstolnád, magunknak kellett utána önteni, illetve volt tej, ilyen vizes, öblös pohárba volt tej, próbáltam megtudni, de nem mondták el, hogy ez miért van, számomra szuper furcsa az egész, illetve az is, hogy amikor megérkeztem, ezt már mondtam nektek, ugye, hogy rám, nem rám terítették azt a kis szalvétát, hanem a tányérok alá. Eddig ez az élmény, ez az, amiért itt vagyok, és a következő 3 napban, 2 napos lesz a konferencia, fogok előadást tartani, leszek egy panelban, illetve lesz városlátogatás, és úgyhogy erre hívlak titeket meg, hogy nézzétek a vlogon keresztül, hogy milyen az az élmény, próbálok bemutatni különböző jó, érdekes sztorikat, startupokat, embereket. Feltehetőleg 2 részes lesz, úgyhogy hogyha 2 részes, és most néztek, akkor még ezzel a setup-pal fogtok találkozni. Jó reggel! Ma van az első napja a konferenciának, mindjárt megyünk le, de meg szeretném nektek mutatni, hogy mi fogadott. Egy ilyen aranyos köszönőlevél, hogy itt tartózkodom, pedig ugye mégis közöm sincs hozzá, de mégis ezek az apróságokra nagyon odafigyelnek, látszik is az ázsiaiaknál, hogy a vendégszeretet kultúrája nagyon fontos számukra. Most induljunk le a konferenciára, és onnan bejelentkezem. És le is értem, na ez a tegnapi helyszín, ahol a gála vacsora volt, ott mögöttem ilyen detektoros kapukkal engednek be, és felraktak ilyen nagyon nagy, hát ezek nem is molinók, pószterek, ilyen nagy ábrákat, ami ugye a Global Startup Awards. Global Startup Awards 2019, Changsha. Ez az, amin vagyunk, és most menjünk be, nézzük meg, hogy milyen a konferencia. Itt megy, hát lehet, hogy nem ismerem annyira az iparágat, de nem igazán értem, amit mond. Mostanában itt el vagyok, hoztam magammal a gépet, és lehet, hogy közben dolgozni fogok, akkor majd bejelentkezem. Annyira kemény, átmész itt, és ilyen hangot ad, de hogy miért? Hát ez olyan érdekes, lesz egy panelünk, most itt vagyunk az első napban, amiben én vagyok az egyik résztvevő, és ebbe a szobába raktak minket, nézzétek! Ami egy nagyon szép szoba, de nem egy tipikus paneles szoba, és hogyha elmegyünk máshova, ott meg úgy néz ki, mint egy normális konferenciaterem, pedig itt vagyunk kiírva. Tehát ez például egy normális terem, hát ehhez képest a miénk meg ilyen kis beülő, csillezős rész, tegnap az a VIP vendégek fogadására szolgált. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni. Beszélgetünk egy jót a fotelekben. Na hát a következő a szitu. Nem visznek minket más szobába, mi fogtuk magunkat és átrendeztük, így néz ki a terem. But my translator just left. So,
Úgyhogy azt láttuk ki, hogy ne egymás mellett üljünk, hárman srácokig beszélgetünk, de hát kb. Ismerjük mindenkit, aki itt van a teremben, úgyhogy szerintem csak egy laza közös beszélgetés lett. Egyrészt jó, mert lazulunk, beszélgetünk egy jót arról, amiről szeretnénk, másrészt azért furcsa, hogy úgy, hogy mindenre odafigyelnek, meg most is ilyen fémdetektorokon keresztül kellett bejönnünk, ehhez képest meg nem tudom, milyen az egész. Say hi. What's up? What's gonna happen in here, Peter? Yeah. We don't know. Ugye mondtam, hogy megtalálkoztok ezzel a setup-pal, ugyanis elég hosszú lett a vlog. Szeretném megköszönni számotokra, hogy itt vagytok, néztetek, főleg, hogyha először találkozunk, itt most lesz egy stop, és jövő héten fogjuk folytatni a második résszel. Úgyhogy ha érdekel titeket, és még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjatok rá a feliratkozás gombra, és akár fel vagytok, akár nem iratkozva, csengőre is nyomjatok rá, illetve nézzétek az Instagram sztoriaimat, menjetek át oda, ott is nagyon sok tartalmat gyártok. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!